Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és Györfi Pálnak, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének külön köszönöm, hogy polgármester úr meghívását elfogadta. Nem meglepetés, a téma az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása lesz ma. Pál elmond nekünk egy nagyon fontos dolgot, hozott egy nagyjából 6 perces prezentációt, de beszélgetünk róla közben. Utána a menetrend pedig az, hogy jönnek a kérdések, önök is tudnak majd kérdezni, illetve én is jó pár kérdést azokkal összegyűjtöttem, amelyeket beküldtek e-mailen. Úgyhogy ugorjunk is neki. Igen, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek és a délutánjukat erre a programot szánják. Nem véletlenül, biztosan érzik, hogy azért ez egy tipikusan olyan téma, ami mindenkit érint, az egészségügyi ellátás, az mindenkinek fontos, hiszen ha önmagának nincs is rá szüksége, de a családban biztos, hogy előbb-utóbb van. Hát én is szoktam emlékezni gyerekkoromra, amikor valaki otthon beteg volt, a szüleim is az ügyeletet hívták éjszaka, ez valahogy egy ilyen régi magyar dolog és egy olyan szolgáltatás, amihez hozzászoktunk. Rögtön zárójelben jelentem meg, hogy nincs sok nemzetközi példa erre, hogy máshol is ilyen éjszakai ügyelet, vagy hétvégi ügyelet, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, felhívható, kihívható, működne. De nálunk Magyarországon ez már évtizedek óta hosszú ideje működik, és hozzászoktunk, és jó, hogy van. A technikai dolgokról még annyit, hogy ugye amikor bejöttem, akkor volt pont 17 óra. De hát mire az ember itt fészkelődik, meg még mosóba elszaladtam, elnézést kérek mindenkitől, hogy itt 17 óra, 10 körül tudjuk elkezdeni. De nincs limit legalábbis a részemről, tehát amíg van nyitott kérdés, addig állok rendelkezésre. A 6 perc az gyakorlatilag 6 diát jelent. De én azt javasoltam, hogy inkább beszélgessünk az elején, és én majd esetleg mindig oda tekerem, ami releváns, vagy ami odavaló dia, hogy lássuk is, amiről beszélünk. Tehát én kevésbé gondoltam ilyen előadás jellegűnek, bár órákig tudnék erről a 6 diáról beszélni, de nem akarok mutatni önöket. Mi történt akkor most február 1-én? Köszönöm, ez a jó kérdés. Álljunk, vagy üljünk? Ahogy kényelme, üljünk be, akkor ilyenkor is az majd a kérdés. Hogy ezeknek is elfogadható, meg a kamera szempontjából is látszunk így, akkor én, ha megengedik, akkor leülnék. Hadd menjek február 1-je elé, hadd menjek a legkorábbi emlékekig. A legkorábbi emlékek azok inkább irodalmiak és történetiek, amik arról szóltak, hogy mondjuk az elmúlt évszázadban, vagy még előbb, hogy működött ez az egész. És hát bizony úgy működött, hogy a település orvosa, hogyha éjszaka bekopogtak hozzá, akkor vette a kabátját, vette a táskáját, és ha valóban úgy érezte, hogy ez indokolt, vagy aki bekopogott hozzá, az arról számolt be, hogy baj van, akkor az orvos kiment. És hát ez hosszú időn át így működött, de hát közben a világ változott, és az egészségügyi ellátórendszer fejlődött, és ahogy az egészségügy fejlődött, hát egyre kevésbé volt életszerű vagy elvárható egy embertől, aki oké, a hivatása az, hogy betegeken segít, meg gyógyít, meg életet ment, de hát azért éjszakánként mindig föl kell tenni és kinyitni betegekkel, hát azért erre valami intézményes megoldást kezdtek keresni. Aztán a következő történelmi időszak az már az 1950-es évek, amikor egy kollégám talált nagyon sok ilyen régi újságcikket, amiből már az látszik, hogy a mai önkormányzatok elődei, a tanácsok kezdtek valamilyen szervezésbe fogni, hogy legyenek erre külön orvosok, akik éjszaka ügyelnek. Hát nyilván nem minden település kategóriában volt ez így. A kisebb falvakban továbbra sem volt külön ügyelet, hanem a helyi orvos tudta megtenni azt, amit megtett. De azért a nagyobb településeken, városokban, vagy Budapesten, hát ott már találtunk olyan újságcikkeket, ahol büszkén mutatják be, hogy már éjszakai ügyelet is van, és ott külön orvosok vannak, akik kimennek a betegekhez. Aztán jött a rendszerváltás, és a rendszerváltás után ugye önkormányzati feladattá vált az alapellátás, annak a házi orvosi szegmense, illetve a házi orvosi tevékenységben benne foglaltatott nyilván az éjszakai ügyelet is. És akkor az önkormányzatok kezdtek valahogy gondolkodni, hogy hogy lehetne a házi orvost tehermentesíteni, vagy erre külön infrastruktúrát felállítani, embereket alkalmazni. Volt, ahol ez jobban sikerült, volt, ahol kevésbé.
különféle megoldások voltak, de nem akarom ezzel untatni önöket. Volt olyan település, voltak olyan helyek, ahol továbbra is a helyi házi orvos vállalta magára ezt a feladatot. Voltak olyan települések is, azért ez volt a gyakoribb, hogy erre külön orvosokat alkalmaztak, és a leggyakoribb, most itt egész Magyarországot nézzük, akkor az valami olyan modell volt, hogy az önkormányzat egy céggel leszerződött, és aztán az a cég vont be orvosokat ebbe az ellátásba, alvállalkozóként, és ezek az orvosok nyújtották aztán az ellátást. Ez a szervezési oldal. Akkor nézzük az egészségügyi oldalt, majd állíts le, hogyha már túl sokat beszéltem. Ha az ellátást nézzük, a betegellátást, akkor ugyanilyen vegyes képet lehetett látni, ha mondjuk 2010 körül, 2015-2020 körül vizsgáltuk az ügyeletek működését, akkor voltak helyek, ahol nagyon jól működött. Ahogy itt most beszélgettünk előtte, ugye Dunaharaszti egy olyan hely volt, ahol én legalábbis különösebb panaszt nem hallottam erre a működésre. Voltak helyek, ahol kevésbé jól, és jó sok hely volt, ahol pedig nagyon rosszul működött az ügyelet. Nem mi mondjuk ezt, bár mi is mondhatjuk, hiszen az egészségügyben biztos sokan vannak önök között, akik az egészségügyben dolgoznak, tudják, hogy egymásra vagyunk utalva a különböző ellátási szintek, ellátó szervezetek, tehát ismerjük egymás munkáját, nagyjából tudjuk, hogy kitől mit lehet elvárni, és hogy mi az, ami csak papíron működik jól, és a valóságban meg kevésbé. Úgyhogy mi mentősök is láttuk azt, hogy nagyon sok helyen az ügyelet az elégtelenül működött. Vagy azért, mert addig játszottak a számokkal, szavakkal, amíg végül is a papíron minden rendben volt, de valójában, ha a beteg az ügyelethez akart fordulni, akkor vagy nem tudta elérni őket, vagy az volt a válasz, hogy nincs ma orvosuk, forduljanak máshová. És voltak olyan betegpanaszok is szép számmal, amik arról szóltak, hogy rendben látta egészségügyi szakember a beteget, de hogy az az ellátás, amit kapott, szakmailag az megfelelő volt-e, hát finoman szólva kérdőjeleket vetett fel, hiszen nem volt igazából kontroll. És tehát ha most így a szakmai részét nézzük, akkor ebben a nagyon vegyes képben inkább a negatív oldal látszott, miközben voltak pozitív helyek is. És akkor a harmadik, amit szintén ebben a körben nem akarok túl hangsúlyozni, az a finanszírozási lába volt a dolognak, hogy az önkormányzatok feladata rendben az alapellátás, és ebben az ügyelet is eddig az önkormányzatok feladata volt, de hát itt, ott árrobbanás történt az elmúlt években. Hát ugye, amit régóta várt az egészségügy, hogy legyen végre béremelés, az például az orvosoknál azért hangsúlyosabban megvalósult, és mindenféle költség megemelkedett, és azok a cégek, amik x forintért vállalták ezt mondjuk néhány évvel ezelőtt ezt a szolgáltatást, azok most egy y forintos számlát kezdtek benyújtani, amit az önkormányzatok egyre nehezebben tudtak kigazdálkodni, voltak helyek, ahol azt mondták, hogy ez képtelenség, ők ezt nem bírják tovább finanszírozni. Én meg is állnék egy pillanatra. És most akartam belekérdezni. Inni gyorsan. Majd holnap, vagy nem tudom. Tehát, hogy igazából, ha most az egészet összeadjuk, és még nyilván lehetne sokféle szempontot meg okot felsorolni, az a döntés született, és ugye én itt az országos mentőszolgálat szóvivőjeként ülök, és mi nyilván egy végrehajtó szervezet vagyunk, de az a döntés született, hogy ebben legyen rend, és jöjjön létre egy egységes olyan alapellátási ügyeleti rendszer Magyarországon, ami a valós igényekhez alkalmazkodik, ami fenntartható, amiben benne vannak azok a minőségi garanciák, amik eddig nagyjából hiányoztak, és az országos mentőszolgálat kapta ezt a megtisztelő feladatot, hogy akkor ezt hozzuk létre, működtessük ezt az alapellátási ügyeleti rendszert. Hogy miért ránk esett a választás? Hát ezt azért nagyjából értettük, hát mi egy másik ilyen országos nagy egészségügyi rendszer, most már hát 137 éve működtetünk, és ebben van azért tapasztalatunk. Ugyanakkor az is egy nagyon fontos szempont volt a legelejétől fogva, hogy ez ne a mentőszolgálat nyakába egy kolonc legyen, ami majd lehúzza a víz alá és belefullad az életmentés is, hanem jöjjön létre erre egy külön szolgálat gyakorlatilag az OMSZ szervezésében. Tehát, hogy ne ugyanazokkal a kocsikkal, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanabból a pénzből kelljen ezt csinálnunk, hanem erre kaptunk plusz pénzt, plusz autókat, fölvehettük plusz embereket, hogy hozzuk létre ezt az országos alapellátási ügyeleti rendszert. Arra kérlek, hogy azt nézzük át, hogy mi a gyakorlati oldala. Az emberek milyen rendszert tudnak most használni? Mi történik akkor, hogyha hétvégén, illetve ünnepnapokon valaki nem érzi jól magát, és úgy érzi, hogy orvosi segítségre van szüksége? Hol, milyen formában
kihez tud fordulni? Megkaptuk ezt a feladatot, akkor az első kérésünk az volt, hogy hadd ne kelljen már anélkül belevágnunk, hiába volt már tapasztalatunk sok felől, mert évtizedek óta mi csináltuk a ügyeletet például Pilisvörösváron, Szombathelyen és még sorolhatnám, és több mint 100 településen, ha nem is mi alkalmaztuk az orvosokat, de mi irányítottuk az ügyeleti egységeket, tehát azért volt sok évtizedes tapasztalat, de azt kértük, hogy legyen időnk még jobban rákészülni erre. Megkaptuk Hajdú-Bihar vármegyét, és abban egy másfél éves modellprogramot tudtunk lefolytatni, aminek az volt a lényeg, hogy gyűjtsünk minél több adatot, nézzük meg, hogy a betegeknek mire van szükségük, hány órakor, milyen ellátást vesznek igénybe, stb. Tudtuk azt is, hogy azért vármegyék és vármegyék között vannak különbségek, tehát az, ami Hajdú-Bihar vármegyében valahogy működik, az nem biztos, hogy például Pest vármegyében úgy fog működni. De mindent számba véve letettünk az asztalra egy tervet, hogy látjuk ezt a betegek szempontjából a legjobb megoldásnak. Egy dolgot hadd emeljek ki, szépen látszott Hajdú-Biharban az a másfél év alatt, és azóta szépen látszik egy év alatt, amióta most már az ország 90%-ában ez a rendszer működik, hogy a betegeknek egész más szokásaik vannak hétköznap délután, ügyelet szempontból, és más szokásaik vannak éjszaka vagy hétvégén. Az látszik, hogy aki délután 4 óra és este 10 óra között jelentkezik az ügyeleten, vagy telefonon, vagy személyesen, ott általában azért jelentkeznek, mert nem tudtak elmenni a háziorvoshoz, vagy nem akartak, ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy valamilyen háziorvosi jellegű problémával jelentkeznek az ügyeletben. Este 10-kor, mintha valami hirtelen történne, mert este 10 után megváltozik a helyzet, és aki mondjuk 11-kor, éjjel 2-kor az ügyelethez fordul, ott viszont általában valamilyen akut problémáról van szó, tehát ami akkor kezdődött hirtelen, vagy pedig lehet, hogy valami súlyos panasza van a betegnek. Tehát ott inkább valamilyen sürgősségi megoldásra van szükség az éjszakai órákban, meg hétvégén is délutántól, illetve este. Úgyhogy ez volt az alapja, az egyik alapja ennek az új ügyeleti struktúrának, hogy akkor rendben, akkor legyen két része ennek az ügyeletnek. Az egyik a háziorvosi ügyelet, ami 16 órától 22 óráig tart, illetve hétvégén reggel 8-tól 14-ig, és utána pedig legyen egy sürgősségi ügyelet, ami viszont már a háziorvosok ilyenfajta intézményes közreműködése nélkül a mentőszolgálat szervezésével valósul meg. Igen, bemehetünk bejelentkezés nélkül bármelyikbe? Igen, bármelyik ügyeletbe, és ugye most jutunk el odáig, hogy majdnem az egész országban már ez a rendszer működik, ahogy említettem, ugye ez a Pest meg Fehérvár megye volt február 1-től az utolsó előtti lépés, és van még egy nagy utolsó lépésünk, ez Budapest, és ennek az egységes rendszernek a legtöbb előnyét akkor fogják tudni a betegek kihasználni, hogyha tényleg az egész országban ez működik. Mondok egy példát, valaki vármegye határ melletti településsel lakik. Eddig ugye úgy volt, hogy nem hogy a vármegyék, még a járások sem nagyon közlekedtek egymással. Tehát, hogyha a beteg egy másik járásban lakott, akkor ennek a járásnak az ügyelete azt mondta, hogy én nem látom el, mert engem ez az önkormányzat fizet, hát én azt a beteget nem fogom ellátni. Vagy egy autónk, egy ügyeleti kocsi, eddig ott ment el a környéken, de ő a másik településhez, vagy a másik vármegyéhez tartozott. Hát gondolom, ezt nem kell részletezni, nem értik. Egy egységes rendszerben, a mentőszolgálat rendszerében tök mindegy, hogy melyik járásból jön a beteg, vagy melyik vármegyéből, hiszen mindenhol ez a rendszer van. Ha önnek szimpatikusabb az érdi ügyeletre bemenni, mert mondjuk ott van éppen a lányánál, vagy hazafelé az esik útba, akkor menjen be oda, nincs ilyenfajta lakcím, meg tájkártya, meg ilyesmi kötelezettség. Úgyhogy az egységes rendszerben a következő a lényeg, hogy rátérjek az érdemi válaszra, tehát többféle megoldás van a betegek problémájára. Az első megoldás, tényleg most ott, ja bocsánat, hogy miért merem ezt így mondani? Hát azért, mert egy év alatt elláttunk ebben az új ügyeleti rendszerben, amit egyébként mindenhol bizonytalanság fogadott, mindenhol ellenérzések fogadtak, mindenhol félelmek fogadtak, tehát ezt azért előre bocsátom, és ahogy beindult ez a rendszer, ezek a félelmek mindenhol eddig eloszlottak, és a betegek megnyugodtak, és most nagyjából béke van az országban. Most éppen Pest vármegyénél tartunk, és itt van az emberekben teljesen érthető módon félelem, majd ezekre igyekszem normálisan kitérni, vagy érdemi választ adni. De most hadd bocsássam előre, hogy 354 000 betegnél tartunk most egy év alatt,
354 ezer ügyeleti betegellátásnál. Azért az már egy elég impozáns szám, tehát itt már akkor merem mondani, hogy vannak tapasztalataink. És az látszik, hogy körülbelül a 10%-a a betegeknek igazából az ügyelethez úgy fordul, hogy az ő problémáját sikerül anélkül megoldani, hogy találkoznunk kéne vele. Tehát telefonon keresztül, tanácsadással, ezt egyébként most már orvosi telekonzultációval is meg tudjuk tenni, tehát hogy bekapcsolunk orvost a vonalba, meg lehet válaszolni. Most már létrejött egy új szolgáltatás, és úgy hívják, hogy egészségvonal. Az egészségvonal arra is alkalmas, hogyha az illetőnek nem igazán ilyen aktuális egészségügyi problémája van, hanem valami más, tehát valami érdeklődés egészségügyi témában, akkor oda tudjuk kapcsolni az egészségvonalra, és akkor ott válaszolják meg. Ez kb. 10%-a a betegeknek. Akkor mi van a következő csoporttal? Ugye a következő csoport az, akiket azért csak meg kell vizsgálni, tehát valahol látnia kell szakembernek. Na kérem, akkor őt valamelyik ügyeleti telephelyre be tudjuk hívni, amennyiben ő képes arra, hogy bemenjen az ügyeleti telephelyre. Ugye eddig Dunaharasztiban is működött ügyeleti telephely, és most az önök szempontjában ugye ez a negatív változás, hogy az, aki eddig ott lakott a telephely közelében, neki, hogyha be akar menni az ügyeletre, akkor messzire kell menni, vagy messzebbre, ugye Sziget-Szent Miklós talán a releváns ügyeleti központ. És akkor ott megvizsgálják a szakemberek, ugye orvosok vannak, mentőtisztek, APN szakemberek, ellátási minőségre eddig sehol nem volt panasz. Tehát ezek a mentőszolgált által alkalmazott egészségügyi szakemberek, ők már nem annyira hasraütve vagy ellenőrizetlenül végzik a tevékenységüket, hanem protokollok alapján, minőségbiztosított módon, már a telefonhívás is, hogyha valaki például a telefonon hívja fel az ügyeletet, ez hangrögzítésre kerül, jogszabályban meghatározott ideig, sok-sok éven át őrizzük ezt a hangfelvételt, hogy bármikor visszakereshető legyen, hogy ő mit mondott, milyen választ, milyen ellátást kapott, stb. De hát a másik lehetőség, hogy bemegy az ügyeleti telephelyre. Itt volt rögtön egy felmerülő kérdés, és máig is sok helyen ez a polémia zajlik, hogy mi van, ha gyerek az illető? Hogy akkor felnőtt ügyeletre menjen be a gyerek, ugye itt ilyen sajtóhírek terjednek, és bizonyos újságírói körök ezt ütik most már nem tudom hány hete, hogy csak 3 gyerekorvosi ügyelet maradt Pest vármegyében. Hát mindenhol igyekeztem elmondani, hogy nézzük meg, hogy eddig mennyi volt külön gyerekügyelet, és most pedig bármelyik gyerekügyelet, bármelyik felnőtt ügyeletre is be lehet menni gyermekkel is. Nyilván nem biztos, sőt nem valószínű, hogy gyerekszakorvos fogja megvizsgálni a gyermeket, hanem általános orvos, általános szakorvos. De most még egyszer mondom, 350 ezer betegellátás tapasztalatait mondom önöknek. A 350 ezer gyerek betegellátás, körülbelül 30, volt ahol 40% a gyerek. Tehát 110-valahány ezer gyereket vizsgáltak meg és láttak el idézőjelben felnőtt szakemberek. Semmilyen probléma nem volt. Semmilyen probléma nem volt. A betegek 98-99%-a enyhe panaszokkal, tünetekkel jelentkezik, amit én mentőtiszt alapképzettségű vagyok, de én is el tudnék látni. Igaz, hogy most már egy jó pár éve nem ülök mentőautóban, tehát inkább ne hozzámozzák a gyereket, de aki aktív és akinek a működési engedélye érvényes, ahhoz nyugodtan lehet fordulni a gyerekekkel is. Az első vizsgálat és az első ellátás rendben mindenhol megvalósul. Ha véletlenül a gyereknek súlyosabb baja van, akkor azonnal megkapja a magasabb szintű segítséget, és ez egy nagy előnye a mi rendszerünknek, hogy itt az ügyelet meg a mentőszolgálat együtt van. De olyan mértékben együtt van, hogy akik a hívásokat fogadják, az kocsikat irányítják, azok egymás mellett ülnek. Eddig, hát most nem akarom hosszahúzni az időt, de ez teljesen külön rendszerként működött, és ebből egy csomó baj származott. Most, hogyha bejön hozzánk egy olyan eset, ami súlyos, akkor azonnal mentőautó mehet, esetleg pont gyerekrohamkocsi, vagy mentőhelikopter, bármi, amire szükség van. Ha fordítva történik, tehát eddig a mentőhöz futott be egy olyan eset, ami ez igazából nem mentő kellett volna, hanem ügyelet, akkor azonnal átadjuk az ügyeletnek. Tehát ez az együttműködés, ez rendben van. És akkor a harmadik lehetőség, ugye mondtam, a telefonos tanácsadást, a telephelyen történő ellátást, és akkor a harmadik pedig az, hogyha valaki tényleg olyan állapotban van, hogy nem tud elmenni mondjuk Sziget-Szent Miklósra, akkor egy lépésre kell tennie, hanem maradjon otthon, és megy hozzá az ügyeleti kocsi, és a lakásában vizsgáljuk meg, ott kapja az ellátást.
És akkor van egy negyedik output, vagy megoldás, vagy lehetőség, ez pedig az, hogyha még nagyobb baj van, akkor pedig ahelyett, hogy az ügyeletre kellene várni, azonnal a mentőautót riasztunk, és akkor ügyelet helyett a mentő kimegy, ellátja, és ha kell, akkor kórházba viszi a beteget. Úgyhogy én tényleg, hát most így, lehet, hogy úgy hangzik, hogy én itt mutogatok magam mögé, de igen, hát én büszkén mutogatok magam mögé, hogy 350 ezer betegellátás van mögöttünk, ahol működik már a rendszer, ott mérjük a betegelégedettséget, méghozzá ez itt is így lesz, tehát hogyha valaki ügyeleti ellátásra szorul, akkor kérem, hogy adjanak visszajelzést róla, hogy mennyire voltak elégedettek vele. Külön osztályozni lehet nálunk 1-től 5-ig, mint az iskolában azt, hogy mennyire tudták könnyen elérni az ügyeletet. Ugye ez most itt hétvégén elég necces volt, majd erről külön is szeretnék beszélni, aki telefonon próbálta írni az ügyeletet, az nem igazán sikerült, vagy az estek egy részében hosszú várakozásra sikerült. Tehát, hogy mennyire könnyen tudta elérni az ügyeletet. A második osztályzatot arra kérjük, hogy a betegellátással mennyire voltak elégedettek, magyarul hatott-e a fájdalomcsillapító, stb. A harmadik pedig a kommunikációra vonatkozik, hogy vajon megkapták-e a szükséges felvilágosítást, tájékoztatást. Ugye a mai világban ez is nagyon fontos, hát már nem ott tartunk, mint 50 évvel ezelőtt, amikor orvos utasítására csak csinál, amit mondok, hanem ma már ugye konzultatív kapcsolatban van. Hol lehet osztályozni egyébként? Tehát ezeket az osztályozatokat lehet? Internetes felületen lehet osztályozni, egy linket, illetve QR kódot is kap mindenki, hogy az idősebbeknek ez gondot okoz sokszor, úgyhogy ezt papír alapú rendszerrel is megtámogatjuk hamarosan. Eddig az osztályzataink azok 4,2-4,3 között vannak, ami egészségügyi szolgáltatások körében egy nagyon jó értéknek számít. Nyilván az a cél, hogy ez minél magasabb legyen, hogy itt Pest vármegyében is mindenki elégedett legyen ezzel a szolgáltatással. Azt megengedett, hogy erről a hétvégéről külön beszéljek egy picit? Kérdezni is szerettelek volna róla. Akkor gyorsan mondom, igen, hogy itt Dunaharasztiban az egyik internetes csoportba felkerült egy történet, ami nyilván azt hiszem el is jutott hozzá, de egy hölgy panaszol, aki kerek 27 perc, 26 másodpercig várt arra, hogy valaki végre felvegye azt a telefont, és akkor sem vette föl senki a telefont, hanem az történt, hogy megszakadt. Levontátok-e a konzekvenciát a hétvégéből? Egyrészt, másrészt pedig hogy fordulhat ilyen elő? Igyekeztünk. Hát ugye az egyik leggyakrabban elmondott mondatom az elmúlt hónapokban az volt, hogy egy olyan rendszert építünk, ahol a betegek könnyebben tudnak hozzáférni a szolgáltatáshoz, könnyen tudják elérni a telefonszámot, és így tovább. És sokat elemeztük most az elmúlt napokban, ezt főleg a szombati nap volt kritikus, de a vasárnap is hasonlóan alakult. Ugye úgy készültünk Pest vármegyére, hogy megnéztük az elmúlt évnek az összes működési lakosság számarányosan, beteg számarányosan, egészségügyi ellátórendszer felépítését figyelembe véve határoztuk meg azt, hogy hány hívás per órával kell számolnunk, amikor bekapcsoljuk elsőjén a 1830-as vonalat. Ugye sok szakemberünk azon dolgozott, hogy ez tényleg műszakilag is jól működjön, meg humán erőforrásban is ott legyen minden. És kiválóan működött. Csütörtök, pénteken kiválóan működött. Azt tudtuk előre, hogy a szombat-vasárnap az mindig a csúcsot jelenti, de hogy ekkora csúcsot jelent majd Pest vármegyében, erre nem lehetett igazából előre fölkészülni. A szombati napon, tehát sokkal több kezelőt állítottunk be, ugye ők egészségügyi szakemberek, azt rögtön hozzá kell tennem, tehát nekünk valaki, aki fölveszi a telefont, az nem elég, hiszen ez egy ez fontos érdeket. Ez a sokkal érdeket. Több visszámszerű lehetően kezelőt jelent. Ez azt jelentette, hogy a Budapest irányító központunkban például 7 ember külön erre volt beállítva, hogy a hívásokat fogadja. Egész Pest vármegyére? Pest vármegyére. 7 ember? De jelenleg megnéztem a 2022-es népességi adatokat, 1.300.000 ember él Pest vármegyébe. Reális az, hogy 7 ember ezt képes ellátni? Hagyjuk, hogy meg válaszoljon. Nyilván ez egy fontos tudják, kérdés. Tudják, hányan fogadták eddig Pest vármegye és Budapest összesített hívásait? Ügyeleti hívásokról beszélek, most nem mentés esetekről, hanem ügyeleti hívásokról. Mert azt hiszem, hogy így lenne reális összehasonlítani, hogy akkor ez elégnek tűnik-e, vagy nem. Hát eddig Budapest és Pest vármegye hívásait
összesen kevesebben fogadták a hétnél, most pedig csak Pest vármegyéről beszélünk. Na de ez egy másik, bocsánat, ez egy másik rendszer volt, hiszen itt például Haraszti nem igazán kellett kihívni az ügyeletet, becombogtunk az ügyeletre, az orvosi ügyeletre, és ott elláttak bennünket, tehát nem is volt olyan igénybevétele. Most pedig átálltunk egy másik rendszerre, aminek az egyik sarkalatos oszlopa, ez a 1830-as telefonszám. Igen, éppen ezért ezt nem hasonlítva határoztuk meg, hanem az előző év tapasztalatait, a népességi adatokat, a lakosságszámot, hívásszámot, hát ezt nem én számoltam ki, hanem ezen foglalkozó szakemberek. Az viszont látszott a szombati adatok elemzésekor, összesen a szombati napon 1000 hívás érkezett a kezelőkhöz. Az 1000 hívásból körülbelül 320 volt olyan hívás, ami ilyen próbahívás volt, tehát kipróbálták, hogy működik-e a telefonszám. Ugye ez is azért növelte a várakozási időt. Voltak, ha jól emlékszem, 72-en, akik különféle egészségügyi kérdéseket tettek fel, de nem ügyeleti ellátásra volt szükségük. És voltak körülbelül 240-en, ha jól emlékszem, akik néhány perc várakozás után azt a menüpontot választották, amit nem tudom, azt hiszem ön is írta a levelében, hogy választott, hogy visszahívást kér. Nem Van egy ilyen opció, amelyikkel gyakorlatilag visszahívást kér a beteg, és akkor ezt mi azt ígérjük, hogy 2 órán belül fogjuk garantálni. Bocsánat, melyikkel járok jobban? Hogyha ott maradok a vonalban, várom, hogy zenéljen, és egyszer csak jelentkezik a központ, vagy azt mondom, hogy hívjanak vissza? Melyik a praktikusabb? Én azt gondolom, hogy a tapsalható tekintettel is azért hadd tegyem hozzá, hogy amiről most beszélgetünk, ez nem az életmentés. Hogyha valakinek életveszélyes problémája van, annyira rosszul érzi magát, hogy tényleg számíthat akár 5-10 perc, vagy fél óra, vagy egy óra, akkor a 112-es telefonszámot kell társázni, az egységes segélyhívó rendszer, az egy másik betegünk. Amiről most beszélünk, ez az alapellátási háziorvosi ügyelet, ami arra a célra szolgál, hogyha valakinek rendelési időn kívül kezdődik valamilyen egészségügyi problémája, ami úgy érzi, hogy nem halasztható a következő rendelési időig, akkor vegye igénybe, vagy akkor vehet igénybe ezt a szolgáltatást. Amit még el szoktunk mondani, és a háziorvos kollégák is ezt kérték tőlem, hogy mindenhol mondjam el, hogyha valaki már előre tudja, hogy neki orvosi ellátásra lesz szüksége, akkor ne ügyeletre menjen meg, ne ügyeletet hívjon, hanem a saját háziorvosához menjen el rendelési időben. Tehát az ügyeletnek ez a funkciója vagy értelme az nyilván nem az, hogy mondjuk receptet feliratni menjen valaki be az ügyeletre. Visszatérve a 1830-ra, most azt tesszük éppen, ma is egy hosszú értekezleten ültem, ahol azt vizsgáltuk meg, hogy akkor hogy lehet olyan kezelői létszámot allokálni most hétvégén erre a feladatra, ami kiküszöböli ezt a várakozási időt úgy, hogy továbbra is számíthatunk arra, hogy talán most így ebben a helyzetben még többen lesznek, akik csak ki akarják próbálni, hogy vajon na tényleg nem lehet elérni ezt a 1830-at, na tényleg szakember veszi fel ezt a telefont, és így tovább. Tehát erre is felkészülve, most azt ígérték nekem a kollégáim, hogy 3 percnél hosszabb várakozási idő nem lesz a 1830-nál. Én is le fogom tesztelni, de én nem úgy, hogy fölhívom a számot, hanem bemegyek majd a központba és megnézem, hogy jól működik ez a rendszer. Ugye minden új rendszernek azért látni kell, hogy van egy időszak, amíg a helyére kerül, felhasználói oldalról is, meg szolgáltatói oldalról is. Én azt kérem önöktől, hogy ilyen szempontból persze tudom, hogy itt emberek egészségéről van szó, még akkor is, hogyha nem életveszélyes esetekkel kell az ügyeletben foglalkozni, de ilyen szempontból kérem önöket, hogy ebben legyenek toleránsak, hogy ez szerintem 1-2 héten belül minden szempontból a helyére kerül. Megjegyzem, hogy ahogy a hétvége elmúlt, azóta megint minden visszaállt a normális kerékvágásba, tegnapi napon. Mindjárt megnézzük, itt hoztam ilyen ábrákat, de nem tudom, mennyire látszik ez a Pest vármegyei ügyeletnek a február 1-től a működése, hogy egész Pest vármegyében hány beteget láttunk el, látszanak az ügyeleti telephelyek, hát minden elemét monitorozzuk ennek a táblának. És itt látszanak egyébként a súlyosságok, hogy ez úgy hívják, hogy NACA score, így osztályozzuk a beteg állapotát súlyosság szerint, egy orvosi skála,
és azt szokták mondani, hogy 4-től kezdődik a súlyos állapot, és a NAKASZ-kor szerinti súlyos betegek száma ennyi volt, tehát 7-es darab az 1338 beteg ellátás volt, csak hogy lássák az arányokat, 1338 betegből 7 volt az, akinek a tünetei súlyosak voltak. Beteg oldalról, mert ahogy a beszélgetést kezdtük, én elmondtam, hogy már nyilván az én családomban is kellett ügyelethez fordulni, meg családapaként én is vittem már be a gyereket hétvégén az ügyeletre, mert nem voltam benne biztos, 3 napos ünnep volt, hogy akkor most a füle fáj, hát nem kellene antibiotikumot szedni, vagy tehát a beteg oldalról, tehát ezek a betegek is, ez az 1338, amíg nem látja orvos, addig félek, hogy súlyos probléma van. De a végeredmény mégiscsak ez, hogy hála Istennek nagyon-nagyon elvétve fordul elő súlyos eset. Amit itt látnak, ez a 7-es NAKASZ-kor, ez sajnos haláleseteket jelent, de ezek nem olyan halálesetek, amikor már nem lehetett segíteni a betegen, hanem kifejezetten az ügyeletnek van ilyen funkciója, tudják, hogy halott vizsgálatot végzünk, tehát ha valaki elhalálozik a lakásában, akkor oda ki kell menni. Megjegyzem, az sem sürgősségi feladat, vagy az nem sürgősségi feladat, arra pedig az a norma idő, hogy 4 órán belül kimenjem és kiállítsa a papírokat, illetve a szükséges adminisztrációt elkezdje. Hát nyilván nem várunk 4 órát, hogy ott üljön az orvos addig a váróban, hanem hogyha más betegek is vannak, akkor nyilván először a betegellátás, és utána pedig a halott vizsgálat, nagyjából így zajlik. Hogy egy picit puszszusszonyi, szerintem áttérünk a kérdésekre, és ennek a következő lesz a menetrendje. Tudom, hogy polgármester úr is szeretne egyet kérdezni, miután polgármester úr feltette a kérdést, utána jönnek azok a kérdések, amelyeket az interneten kaptunk, ezeket én fel fogom tenni. Remélem, hogy nagy részt választ kapott az önök felmerülő kérdésekre. Azt hiszem, köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást, és önöket is köszöntöm, és örülök, hogy viszonylag elég sokan jelentem meg. Tényleg ez egy nagyon fontos kérdés. Szegmens körészetben csoportosítani a mondani úgy, hogy mai napnak az a célja, és látszik ez egyébként, hogy szerintem ez a kérdéskör nem volt eléggé kommunikálva. Tehát nagyon sok olyan információ van azok, de amiről szerintem embereknek fogalma nincs az egész országban. Nem csak itt a mi városokban van, ahogy a mi medjében elhangzott. Dunarasszint nagyon működött az ügyelet, volt saját ügyeletünk, ezt mindig szeretjük itt Dunarasszint, hogy legyen mindenből egy kicsi sajátunk, és nem, tehát sokként ért mindenki, nem csak engem, az emberek többségük is az, hogy megszűnik ez a rendszer. Nyilván értem most már egy kicsit korábban ennek az okát. Az ember ilyenkor a polgármesterekhez kapálózni, mit lehet ilyenkor tenni. Ugye leveleket írtunk, megbeszéléseken vettünk részt a HTK-ról, a szolgáltvezető úrral. Én már több információval rendelkezem, mint hogy így tudok, mint akik jelen vannak. Igazából az volt a fő kérdés, hogy megértve a rendszert át kell alakítani, de nagyon sok helyen nem működött jól. Az lett volna a kérdésem, illetve a kérésem, hogy miért nem maradhat azokon a településeken az orvosi kérdés, akik egyrészt képesek erre, hogy ezt tudják finanszírozni, vagy ha ezt a rendszer vagy a jogszabályok rendelkezések nem teszik lehetővé, nem mondom, hogy mi nem szeretjük Szigetszen Miklós, bár itt egy kicsit feldítenék, vagy kicsúsztatnék. De ez évek óta sújtja ezt a várost, de köztünk van egy Duna, de mind a kettő ügyeleti pont a Duna másik oldalában. Ez egyébként közlekedés szempontjából rendkívül nem érzi az oda eljutást, még szerencsére életben kezdték el építeni valamit együtt, mert akkor még jobb helyzetben lennék. Tehát ez az első kérdésem, hogy és talán az egyetem, hogy mennyire, bocs, mégiscsak van még egy, tehát hogy mennyire van ez kőbevésre, hogy ezt nem tudunk változtatni. Tehát nem lehetne Dunaharasztinség mentési pontot létrehozni, hiszen itt minden infrastruktúrás lehetőség fennáll, akár anyaginak hozzá tudunk járulni, állani, van ügyeleti autónk. A Duna ezen az oldalán lévő elkentetjenek tényleg sokan vannak itt Taksantól, Dunamorságétól kezdve, Délegyházánál, akik Duna ezen az oldalán állnak, akiknek szintén nehéz átjutni a másik oldalra. Szerintem ezen lehet, hogy ezt is figyelme kellett volna lenni, de most már is szoktuk már, mert közel 54 év pedig ezen a részen, hogy ezt így szokták figyelembe venni, nem tudom, hogy miért. És a másik pedig, hogyha abból reménykedne, hogy esetleg ez a megoldás hozzájárulna ahhoz, hogy mégis az a mentési pont létrejöhetne, felvetettem egyébként egy mentőállomásnak a létrehozását, hiszen az épület erre is alkalmas. Hogyha ez nem a lehetséges, akkor egy 24 éves mentőpontnak a, hiszen mentőpontunk már van velem egész nap ennek a létrehozását, tehát ez a két kérdésem lenne, hogy
A jövőben lehet-e, van-e arra remény, hogy ez változik, hiszen azt mondta el, hogy még gyerekcipőben jár és nézik, hogy milyen változásokra van szükség, monitorozzák a helyzetet, hogy belátva arra, hogy nagyobb szükség van ezen a részen, és jobban el lehetne látni, hogyha paraszt is lenne egy mentési pont, akkor van erre esély, hogy ezt létre hozzá, mi örülnénk neki. Tudom, mi ugyan nem személyesen így nem találkoztunk a folyamatban, de tudom, hogy polgármester úr mindent elkövetett, és mindenkivel beszélt, amivel lehetett ebben az ügyben, és járnak a hadifélő emberek szempontjai, amik abszolút érdekelőek, hát nem igényel magyarázatot. Most nem akarok belekezdeni abba, hogy egy rendszer az mennyiben különbözik a helyi érdekektől, minden helyi érdeket egy általános rendszer nyilván egyszerre nem tud lekezelni, valamiféle észszerűséget, hatékonyságot, rendszer szemléletet bele kell vinni, meg kell nézni azt, hogy mi az a méret, település nagyság, lakosság szám, aminél értelmes dolog külön ügyeletet fönntartani. Ebben nyilván távolságoknak, infrastruktúrának is komoly szerepe van. Jó néhány kollégám, nem is mentősök, hanem mindenféle szakemberek ezen dolgoztak gyakorlatilag egy éven keresztül. Tehát ők igyekeztek tényleg a legjobb tudásuk szerint és a legtisztább lelkiismerettel meghatározni azt, hogy hány ügyeleti telephely és hol van legjobban elhelyezve ahhoz, hogy a lehető legtöbb embernek jutsa a lehető legtöbb jót. Így lett ez az új koncepció úgy megalkotva, hogy ebben az 50-valahány korábbi telephely helyett, ugye maradt 18 település és a gyerekügyeletekkel együtt 21 ügyelet. És ők, ahogy az előbb is mondtam, ezt nem más szempont alapján tervezték, mint hogy megvannak róla győződve, hogy ez a jó rendszer, és így tudnak a legtöbb betegnek a legjobban segíteni. Voltak olyan helyek, most nem Dunaharasztiról beszélek, mert a Dunaharaszti korábbi betegforgalmat nyilván nem tudom így fejből, de voltak olyan helyek az országban és Pestvár megyében is, ahol mondjuk egy kétnapos időszakban volt egy beteg, akit az ügyelet ellátott. Hát erre egy telephelyet fenntartani, hát nem csak gazdaságtalan, de szakmailag sem indokolt. Úgyhogy valamiféle centralizáció az még akár a betegellátás színvonalát is emelheti. Visszatérve a polgármester által elmondottakra, ugye azt azért fontos magunkban tisztába tenni, hogy most igazából mi a baj, hogy inkább életveszélytől félünk, vagy pedig inkább kényelmi kérdésről beszélünk. Ha életveszélyről beszélünk, akkor van ez a vonal, amit mondott a polgármester úr, hogy ugye most már itt egy mentési pont létesül, és hogyha ezt a jövőben esetleg 24 órássá tudjuk tenni, akkor életmentés szempontjából a legjobb megoldás, itt van helyben egy mentőegység, amelyik, hogyha kell, akkor perceken belül ott van és megmenti a beteget. Ha a kényelemről beszélünk, tehát hogy ne kelljen annyit menni, meg ne kelljen, aki esetleg nem rendelkezik személyautóval, akkor tömegközlekedéssel, vagy akár kerékpárral ne kelljen elmenni olyan messzire, akkor itt persze az ember mondhatna ilyeneket, hogy ha előre tudja, menjen el a házi orvosához, stb. De mégis én inkább azt mondom, hogy nincs, tényleg nincs, ahogy a polgármester fogalmazott, nincs kőbevésve ez a struktúra. Most néztük a Szigetszent Miklós ügyeletnek a betegforgalmát, azt láttuk, hogy mondjuk egy hétvégi napon 55 beteget láttak el a Szigetszent Miklós ügyeletben. Az azt jelenti, hogy ha leosztjuk a 24 órára, mert ugye hétvégén a nap 24 órájában van ügyelet, ugye háziorvos ügyelet, illetve sürgősségi ügyelet, akkor az jön ki, hogy 2 beteg per óra. Ez a 2 beteg per óra, ez úgy hangzik, most így rendszer szemlélettel, hogy az teljesen elviselhető, hiszen az nem egy nagy munkaterhelés a személyzetnek, egy betegre fél óra jut. Csak hogy nem így van, mert a valóságban ez úgy néz ki, hogy subokban jönnek a betegek, hát nem egyforma az órák terhelése, tehát lehetnek olyan órák, amikor tele van a váró betegekkel. És hogyha így van, tele van a váró, akkor valóban egy kérdés az, hogy akkor kell-e a közelben, vagy máshol a járásban, vagy a település környékén másik ügyeletet nyitni, létesíteni, vagy folyamatosan, vagy bizonyos napokon. Erre abszolút készen vagyunk, vagy készen állunk.
azért is elemzünk mindent, ami itt most történik, és szerintem azért pár hét kell ahhoz, hogy ebből megalapozott következtetéseket lehet levonni, de azt kérem, higgyék el, hogy mi nem vagyunk Dunaharaszti ellenségei, sőt, nekünk mindenki egyformán fontos, akárhol vagyunk az országban, ezért vagyunk országos mentőszolgálat. Akkor gyorsan visszakérdezek meg, itt ül az első sorban dr. Berecki Péter alpolgármester úr, aki egyébként házi orvos is, és lehet, hogy tisztában van azzal, hogy egy hétvégén, amíg működött a Dunaharaszti ügyelet, akkor körülbelül hány beteg volt, akit elláttak? Tiszteltel köszöntöm Örfi urat. Én már nem ügyelek, vagy 10 éve, de amikor ügyeltem, kemény ügyeletek voltak, sokszor péntek, szombat, vasárnap is. Hát a vasárnap délután volt a legrosszabb, de olyan 15-20 beteg mindig megjelent a leosztva egy ilyen szombati vagy vasárnapi ügyeleten. És plusz a kiállásod. Igen, most ezt a 15-20 beteget ugye ebben az új rendszerben, vagy Sziget-Szent Miklóson látják el nagy részt, vagy kimegyünk, ugye, hogyha ilyen kiárós feladat, akkor Sziget-Szent Miklósról általában onnan jön az ügyeleti kocsi, de nem csak onnan jöhet, mert ahogy említettem önöknek itt, ugye nem, még már is befogom a számot, csak még ezt adnutassam, mert ezt elfejtettem mondani, hogy erre az állam, mert hogy állami feladattá vált, akkor az állam biztosított forrásokat is, és akkor ebből a forrásból tudtunk beszerezni ilyen új ügyeleti kocsikat, ilyen van Sziget-Szent Miklóson is, ennek a belsejét úgy alakítottuk át, hogy legyen benne egy külön tárolórendszer, amiben beférnek ezek az eszközök, a EKG, defibrillátor, orvosítás, stb. Úgyhogy ilyen szempontból azért, ha az ország egészét nézzük, akkor ez azért előrelépést jelent, mert ahogy az előbb említettem, nem mindenhol működött ez jól, ez a szolgáltatás, volt, ahol a felszerelés sem volt, hogy mondjam, elfogadható. Igen. Ha már nálam a mikrofon, megkérdezném, hogy hát nem gyakran, ritkán az előfordult, hogy késő jött ki a mentő. Hogy tudják betölteni ezeket az állásokat olyan sofőrökkel, olyan mentőtisztekkel, akik ezt el tudják látni, hogy régebben nem úgy működött, ahogy nem mindig úgy működött, persze nem ez volt a jelentő, de sokszor későn ért ki a mentő. Most, hogy csak a mentő van, akkor ezek az emberek honnan jönnek? Köszönöm. Foglaljon egy nyugodtan erre is, ne arra ugyan, de nem tudok egy szavas választ adni, mert ezek általában bonyolult összefüggések. Hadd kezdjem azzal, hogy ugye most az ügyeletről beszélünk, de a két rendszer, ahogy említettem, összekapcsolódik a mentő meg az ügyeleti rendszer. Hogy ne terhelje a mentőrendszert az ügyelet, ezért, ahogy említettem, embereket is vettünk föl, két irányból, kívülről meg belülről. Kívülről úgy, hogy azt mondtuk, hogy szívesen látjuk azokat, akik például eddig a helyi ügyeletben dolgoztak, jöjjenek át hozzánk ebbe az új ügyeleti rendszerbe, kössenek velünk szerződést. Az a tapasztalatunk országosan, hogy jobbért tudunk kínálni a gépkocsi vezetőknek, sokszor az ápolóknak is, mint amiért eddig dolgoztak, meg hitünk szerint világos munkakörülményeket, meg elvárásokat. A másik irány az a belső irány volt, hogy a saját dolgozóinknak is fölkínáltuk a lehetőséget, hogy aki akar, jöjjön el másodállásban, most ez jöjjön el, hát maradjon, de egy másik rendszerben, tehát aki mondjuk mentőápoló Sziget-Szent Miklóson, akkor többlet feladatként kössön szerződést, és akkor ezzel plusz jövedelmet tud magának, hogy bizonyos napokon akkor az ügyeletben dolgozik. Ráadásul szakmailag is hát egy egész, hát nem is egész más, de ezért sok szempontból más munka, úgyhogy sokan szívesen vállalták. Nincs most tudomások szerint HR problémánk az ügyeletekben. Egy másik téma volt ugye az orvosok bekapcsolása ebbe a rendszerbe. És aki követi a közéletet, és ahogy az önök szemében nézek, úgy látom, hogy nem véletlenül vannak itt, mert érdekli önöket a közösség élete, meg az országos ügyek is. Hát ezzel nagyon sokat bajlottunk, különösen az elején, amikor indultunk 2023 februárjában. Akkor nagyon sok ellenérzés volt, ezek nagyrészt mára vagy megszűntek, vagy pedig sikerült orvosolnunk őket. Házi orvosoknak mi nagyon nagy tisztelettel és hálával tartozunk, mert
ők bekapcsolódtak ebbe a rendszerbe, nyilván ma is vannak, akik még valamilyen okból nem tették ezt meg, őket nap mint nap várjuk szeretettel, hogy kapcsolódjanak be. Ugye a háziorvosok közreműködésére mi a háziorvosi ügyeleti időszakban, tehát a 16-tól 22-ig időszakban számítunk, illetve hétvégén 8-tól 14 óráig. A jogszabály egyébként ezt meghatározza számukra, tehát miközben az éjszakai ügyelet alól kvázi fölmenti őket, de havi maximum két alkalommal a háziorvosi ügyeleti közreműködésükre viszont igényt tart. És ugye van az országban azért nem ritkán olyan területek, ahol sok idős háziorvos él, akik azt mondják, hogy ők ne haragudjunk, de ők ebben nem tudnak, nem akarnak részt venni. És igazából mi ezt természetesen, mint mentőszolgálat, ezt nem erőltetjük, azt mondjuk, hogy nekünk az a lényeg, hogy kiálljon az ügyeleti beosztás. Tehát, hogyha van olyan fiatalabb háziorvos, aki viszont akkor hármat ügyelne, vagy négyet, egyébként zárójel, vannak olyan országrészek, vannak olyan települések, ahol vannak olyan orvosok, akik azt mondják, hogy ők már más nem is akarnak csinálni, sem nálunk ügyelni, mert végül is ez számukra egy korábbinál jobb lehetőséget jelent. De hát tudom, hogy az ország sokszínű, miközben mondjuk Kelet-Magyarország egyes területein az a honorárium, amit tudunk fizetni egy órára, az kifejezetten jónak számít, és vonzó az orvosok, meg a személyzet számára. Nyugati határszélen, vagy akár Pestre, Várvegyében, vagy Budapest egyes területén, ez nem ilyen rózsás, mert más a munkaerőpiac, meg más a versenyképesség. De egyelőre most azt látom, hogy ha visszatérhetek Pest Várvegyére, hogy itt a pool, vagy az összházadós létszám olyan 650 és 700 között van, akik potenciálisan kiadják ezt az ügyeleti sort a háziorvosi ügyeletekben, és közülük a tegnapi napon, amikor ott voltam a központi irodában, 450-nél tartott a szerződés szám, tehát hogy ezzel már működőképes már bőven a háziorvosi ügyelete. Nyilván ahhoz, hogy a terhek egyelőre tudjuk elosztani, így valamelyik háziorvos közreműködésére számítunk, de mondom, köszönettel találkozunk megint, mert ők azok, akik háziorvosi problémákra legyünk. Nagyon picit visszakanyarodnék a polgármester úr kérdésére és az arra adott válaszodat, és ezt egy picit szeretném értelmezni. Ha jól értem, akkor a rendszer finom hangolása történik jelen pillanatban, és hogyha olyan adatok futnak be az országos mentőszolgálathoz, hogy a Sziget-Szentmiklósi esetszám indokolja, akkor Dunaharasztira akár vissza is kerülhet ez az ügyelet, hiszen a saját számításaink szerint nagyjából 50 ezer látna el ez az ügyelet Délegyházával, Alsó-Némedivel, Taksonnyal, Dunaharsággal együtt. Igen, ezt nem ilyen konfliktus kerülésből mondta, hanem őszintén hát így indítottuk el, eddig mindenhol. És voltak olyan vármegyék, ahol egyébként történik is változtatás. Mert az ember akkor látja, és most ezt nem akarok, ugye ez olyan, amikor kihív az ember egy szerelőt, és a szerelő az a kezdő, hát ez állat, aki ezt megcsinálta, ugye, amikor megnézi a csövek, vagy elektromos szekrény. Tehát én már nem akarok ebbe a hibába esni, de azért annyiban hadd mégiscsak hadd beszéljek a útról, és itt az egész országos tapasztalatokról, hogy engedtessék meg nekünk, de nem tudtunk azért minden szempontból tiszta képet kapni, mielőtt elkezdtük ezt a tevékenységet, mert azok az adatok, amit a korábbi szolgáltatók sok helyen produkáltak, hát azok köszönő viszonyban nem voltak a valósággal. Tehát igazából akkor látjuk a tiszta képet, amikor elkezdjük ezt a területet, vagy ezt a tevékenységet, akkor látjuk, hogy a betegek száma, a problémáik, az ellátás, amire szükségük van, ezek hogyan alakulnak, és nyilván az a kutya kötelességünk, hogy ehhez igazítsuk akkor. De ez nem az első nap, tehát azt is hozzá kell tennem, hogy ez a szombat, ez itt engedje meg, hogy akkor így a, hogy mondjam, a mundér nevében is elnézést kérjek, azért, hogy ez a telefonálás ilyen nehezen ment. Én mondtam föl ezeket a szövegeket, amit, hogyha valaki föltárcsázza a 1830-at, akkor ugye egy gépi hang jelentkezik be. Még ma, mielőtt ide indultam, akkor is még módosítottam ezen a gépi hangon, hogy még egyértelműbb legyen, meg még jobban tudjunk segíteni vele. És ahogy ezen is módosítottunk, úgy módosítunk gyakorlatilag minden olyan elemén, ami szükséges. Úgyhogy ezt tudom ígérni. A hölgy panaszára kicsit visszatérve,
mi a hivatalos útja a panaszkezelésnek, leszámítva ezt az osztályozós rendszert, mert az nyilván, hogyha valakinek hosszabb mondandója van, az elég sovány. Hát ugye van egy info@mentők.hu e-mail cím, ahova írásban lehet panaszt tenni, hát nyilván megvannak a panasztételnek a különféle módjai, a betegjog képviselőtől kezdve a fenntartóig, ami ugye a BM egészségügyi államtitkársága, de hát mégiscsak az lenne a jó megoldás, hogyha nem kéne panaszkodni, mert jól működne a rendszer, tehát mi ezen dolgozunk. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy nem Dunaharaszti az egyetlen terület, amire most figyelünk és nézzük, hogy kell-e változtatni. Hát ha követik a sajtót, akkor most kapásból fel tudnék sorolni még olyan területeket, ahol hát nem indult egyszerűen a történet. Mondjuk másképpen nem indult egyszerűen most, ha mondjuk Szentendrét nézem, ha olvassák a sajtót, akkor ott valami olyan ellenállás van a helyi önkormányzat részéről, ami már több, mint passzivitás, inkább destrukció. De ott például kifejezetten az a felhívás a lakosok számára, hogy csak a rosszat küldjék be, és csak a negatívumot mondják. Hát ez szerintem nem fair dolog, miközben nekünk nyilván az a kötelességünk, hogy ne legyenek negatívumok, és javítsuk ki, ami hiba, vagy ami nem jól működik. De azért látniuk kell, hogy ha mondjuk a tegnapi napot nézem, és most visszapörgetem ide a képet, akkor azért, ha csak Szentendrét nézzük, ahol szintén az volt a mondás, hogy a környékbeliek életét veszélyeztetjük azzal, hogy Szentendrére kell annak a rengeteg embernek bemenni, akik ott laknak, Tahitót falun, meg Pomázon, meg 4-5 kilométerre Szentendrétől. Hát most ha a tegnapi napot, most külön nem hoztam el, de a tegnapi napon 3 beteg volt, délután 4 és reggel 8 óra között a Szentendrei ügyeletem. Tehát így túlterheltségről beszélni szerintem nem megalapozott. Mind a 3 beteget egyébként sikerült megfelelő ellátásban részesíteni, mint ahogy egyébként elsője óta a Szentendrén megfordult több mint 100 beteget, gyereket és felnőttet egyaránt. Úgyhogy azért engedjék meg, hogy azt hangsúlyozzam, vagy megpróbáljam önöket megnyugtatni, hogy azért alapvetően a betegek nincsenek veszélyben, és ez, amiről most beszélünk, ez persze finom hangolásra szorul, de azért egy év tapasztalatai alapján hadd próbáljam megnyugtatni önöket, hogy nem kell tartaniuk semmilyen rossz dologtól, mert ha bajba kerülnek, akkor a mentőkre is, meg az ügyeletre is számítanak. Akkor ide csatlakoznék gyorsan. Nem vártok el túl sokat a betegtől, hogy ő maga el tudja dönteni, hogy most mentőt vagy ügyeletet kell hívni. Újra a hölgy esetén jut az eszembe. Az édesanyám orrából csillapíthatatlanul dől a vér. Nem lenne egyszerűbb, hogy a mentőszolgálat 112-es hívószámát hívná mindenki, és akkor ott egyébként már működő ügyeleti központ szét tudná dobálni, hogy nyugodjon meg, önnek nem kell mentő, önnek majd küldünk egy autót, hogy fáradjunk be az ügyeletre. Nem lenne egyszerűbb így ez a rendszer? Nem. Bővebben. Hát most, ha azt az 1000 hívást, ami szombaton megérkezett, azt ráengednénk a 112-es rendszerre, akkor az a gyermek, akit elütött az autó a Dunaharaszti táblánál, akkor az ő ellátása késedelmet szenvedhetne. Tehát az első rendszer az az életveszélyes problémás rendszere. Itt látszik szépen, hogy miközben még egyszer mondom, persze, aki ilyethez fordul, úgy érzi esetleg, hogy tényleg súlyosabb dolog és egy fontos dolog, hogy ő megfelelő megoldást kapjon, de a hívásoknak a 80-90%-a az nem sürgőségi eset, sőt még több, nem sürgőségi eset. Tehát ezzel ne terjeljük a sürgőségi ellátó rendszer, tételezzük fel, hogy az tényleg arra van, amire van, meg arra jó. Ezt abban teljesen egyetértek, hogy ez egy probléma, hogy mit lehet elvárni egy civil embertől, aki nem egészségügyi dolgozó, nem orvos. Hát neki kell ezt eldöntenie, hogy mennyire súlyos a dolog. Valamilyen szinten igen. Valamilyen szinten igen. És akkor eljutunk odáig, hogy vajon hogy állunk ilyen szempontból egészségértés, egészségügyi tudatosság szempontjából. És tudom nagyon jól, hogy nem állunk jól. Egy átlag ember simán elsorolja az autójának az összes paraméterét, hogy mennyit fogyaszt, hány köbcentis, mikor volt olajcsere,
de a saját testének a működésével nincs ennyire tisztában, ez valahogy nem csak nálunk egyébként, ez nem csak magyar probléma, a régióban sok helyen így van, vannak ilyen felmérések, ahol vizsgálják azt, hogy mennyire ismerjük a saját testünket, mennyire tudjuk fölismerni azt, hogyha baj van vele, zárójel, sajnos későn szoktuk fölismerni, akkor szoktuk fölismerni, amikor már vérzik, vagy csomót érzünk, vagy nagyon fáj, milyen jó lenne akkor korán, szűrővizsgálatra járni, és így tovább. És egészen odáig, hogyha fölismerjük, hogy baj van, akkor mennyire tudja megítélni egy átlag ember azt, hogy ez most azonnal rohankocsi, vagy pedig hétfőn a házi orvos. És hát ebben van hova fejlődni, de az biztos, hogy senki nem várja el önöktől azt, hogy orvosi szinten meg tudják ítélni, hogy mi a bajuk. Hát azért mennek az ügyeletre, hogy megállapítsák, hogy ez most súlyos vagy sűrűs vagy. De azért, hogyha valakinek nagyon vérzik valami, akkor a 112, hogyha eszméletlen, ha újraélesztés kell, a baleset történt a 112, ha viszont lázas, nem tudjuk levinni a lázát, most már órák óta görcsöl a hasam, hát ez viszont ügyelet. Hát ez nem mindig ilyen egyszerű fekete-fehér, de ezért is jó, hogy ez a két rendszer együttműködés, mert hogyha véletlenül mellé nyúlnak és a 112-re megy a ügyeleti hívás, akkor azt átadja, és fordítva is, ha jól működik, és még egyszer mondom, hogy ennek van egy technikai vagy kapacitás oldala, ezt igyekszünk most szombatig helyre tenni, mert ugye most azt látjuk, hogy a hétköznapok azok nálunk az ügyeletben csendesek, nekünk most szombat-vasárnapra kell megint nagyon fölkészülni, hogy jobban bírjuk ezt a hívás áradatot, ami még egyszer mondom, sokszoros annak, ami eddig a különböző országrészekben lakosság arányosan jelentkezett. Hát úgy látszik, hogy a Pest vármegyei, meg valószínűleg a budapesti embereknek is mások a szokásai, mások a megoldásai, és így aztán az a telefonhívási szám, ez várhatóan ilyen magas lesz a továbbiakban is. Említetted Budapestet, az lesz az utolsó nagy falat, ahol majd átállnak az ügyeleti rendszerre. Dunaharaszti ugye közvetlenül határos Budapesttel, itt azért szokás, hogy ha gond van, akkor fogjuk magunkat és bemegyünk az egyik fővárosi ügyeletes kórházba. Két kérdés ezzel kapcsolatban. Ez a lehetőség továbbra is fennáll, egyrészt a felnőtt, másrészt a gyermekellátásban, illetve ha Budapest is átalakul, akkor ugyanúgy meg lesz-e a lehetőség, hogy az ottani ügyeletekre, ha mondjuk lesz olyan Mázdiós Soroksáron lesz egy ügyelet, akkor oda át lehet-e cammogni? Ahogy nem is tudom, mert lehet, hogy a monológomban említettem, hogy ha már végre Budapest is becsatlakozik ebbe a rendszerbe, meg akkor az egész országot lefedjük, akkor ez az egyik legfontosabb beteg előny, hogy tök mindegy, hogy melyik ügyeletre megyünk. Tehát amelyikre csak akarnak, arra mennek. A sürgősségi osztályok terhelését egy jól működő alapellátási ügyelet csökkenteni tudja. Sok helyen, megyei kórházakban például a sürgősségi osztály mellé telepítettük ezt a háziorvosi ügyeletet is, mert az a tapasztalat, hogy sokan valóban első gondolatra a sürgősségire mennek be, és a sürgősségin meg tudják, elég kemény szabályok vannak, triás kategóriák vannak, és hogyha valaki enyhe panaszokkal jut be a sürgősségire, pillanatok alatt bekerül az ötös kategóriába, ami azt jelenti, hogy ott ül egész nap, és nem kerül sorra, mert mindig jönnek a súlyosabb esetek. Most ebben az új rendszerben, hogyha ott van mellette az alapellátási ügyelet, akkor a sürgősségi osztályról azt mondják, hogy ötös kategória fáradjon át az alapellátási ügyeletbe, ahol viszont nem kell órákat várni, hanem megkapja az ellátást. Úgyhogy ezek a rendszerek mind együtt kell, hogy jól dolgozzanak. Amíg még nincs Budapest is benne, addig nem tudom azt mondani, hogy menjen be nyugodtan Budapestre az ügyeletre, de a jövő mégiscsak ez lesz. És az, hogy Dunaharasztiban pedig hogyan tovább, ezt heteken belül látni fogjuk, de higgyék el, hogy ezt adatokkal alátámasztva fogjuk eldönteni. Tehát továbbra is bemehetünk az ügyeletes kórházba? Jó, oké. Bemehetnek, de hát arra számítsanak, hogyha mondjuk fáj a torka valakinek, akkor ez a sürgősségi osztály szempontjából nem lesz egy sürgős kategória. Ez főleg a gyermekellátást érinti, tehát nagyon sokan a gyereküket leginkább viszik a fővárosi ügyeletes kórházakba. Ez az a pillanat, amikor önök tudnak kérdezni, úgyhogy arra kérem, hogy akinek van kérdése, az tegye fel a kezét, a kolléganő oda megy bele a mikrofonnal, hozzá a mikrofonnal, és az a kérésem, hogy egy nevet mondjunk előtte, és egy ilyen jól összeszedett kérdés legyen belőle, és aztán én majd segítek, hogyha tolmácsolik. A Somogyi Demeter Réka vagyok, valóban az én levelem, illetve a mi édesanyjáról volt szó
szociológus válaszban. Az első kérdésem azt lenne, amit ugye említettem, hogy a világ változik, a rendszerek fejlődnek, teljesen egyetértünk. Csak azért hozom be, hogy én informatikai rendszerek, globális informatikai rendszerek fejlesztésével foglalkozom 20 éve, hogy ez a szemlélet megvan azonban. Ezek szerint volt egy másfél éves tesztidőszak. Azt nézték, vagy meg tudja nekem mondani, hogy a 354.000-es számot az többször elhangzott, hogy azonos időszakban az ügyeletre indulnánk, bejárunk, stb. Ellátást kapó emberek száma mennyi volt? Mert ugye 350, mert én nem látom, bocsánat, oda itt próbálom szemüveggel, szemüveg nélkül, hogy ez egy érdekes összehasonlítás. Én meg tudom mondani, mert egész nap ezeket nézek. Na, szóval. Tudom, hogy hova kell nézni. Azt mondja, hogy ugye ez az összbeteg szám, 354, nem akart összeadni? Még. Csak azért, hogy megnézzenek meg. Ahogy ezek kis szállókán, ezt a sebtam már nagyon nem tudjuk felvetíteni. Tehát itt van az összbeteg szám, és akkor itt van, hogy ebből 39.634 volt a telefonos tanácsadás, tehát amit sikerült anélkül megoldani, hogy kellett volna a beteggel találkozni. Akkor van 24.812 beteg, aki ezt ki kellett menni kocsival, és a lakásán kapta meg az ellátást, és látják, hogy a döntő többség 288.802, akik ügyeleti telephelyeket kerestek fel. Igen, és hogy lakosság arányosan, bocsánat, lakosság arányosan, itt haraszti van, ami eddig történt ügyeleti ellátás, hogy a környéken soroksak, stb. Amiről beszéltek a többiek. Tehát ez, hogy hogyan rejlik a kettő, tehát körülbelül nálunk, ami megoldódott, értelmet szeretnék kérdezni, hogy az új ügyeleti rendszerben, ha mindazt átvisszük, akkor mi elől vagyunk, hátul vagyunk, középen vagyunk, országos átlag körül vagyunk, vagy hogy? Hát muszáj, hogy országos átlag környékén legyenek, sőt vármegyei átlag környékén, mert ez egy fontos szempont volt, hogy ne legyenek hátrányos helyzetű, meg kitüntetett térségek, hanem az ügyeleti telephelyeket úgy helyezzék el. Hát ezeket a számításokat én most nem tudom ennek megmutatni, megmondom, évekig tervezték ezt a rendszert. Úgy helyezzék el, hogy lehetőleg ne legyen benne igazságtalanság. De a lakosság számon túlmenően biztos vagyok benne, hogy nem került el a figyelmüket a közlekedés sem, mert az is fontos szempont, hogy milyen az infrastruktúra, a tömegközlekedés, gyógyintézetek elhelyezkedése, stb. De az arányok, azok én úgy láttam, ahol eddig belenéztünk mikroadatokba, az látszott, hogy nagyjából hasonlóak, vagyis ha Dunaharasztiba, ugye azt mondta a polgármester úr, hogy körülbelül egy szombati napon mondjuk 20 beteg volt az ügyeletben, akkor ha 20 ügyeleti esetet nézzük, akkor az a tapasztalat, hogy abból körülbelül olyan 2-3 beteg esetleg, hogyha följön a 18-30-at, lehet, hogy telefonon keresztül megkapja a megoldást, akkor lesz egy-két beteg, akihez ki kell menni, mondjuk egy szombati napon, és a fennmaradó mondjuk 16-17 beteg pedig fölkeresi az ügyeleti telephelyet. Ugye eddig Dunaharasztiban, most majd, ha nem lesz változás, akkor Szigetszentmiklóson, vagy Soroksáron, vagy ahol a lehető legjobb neki. De még egyszer mondom, hogy a 2-3 beteg, akihez ki kell menni, ő viszont Harasztiban is remélhetőleg hamar és megfelelő megoldást kap, és közülük pedig az, akinek mondjuk infarktus van, azért egy ilyen példát is ad, mondjuk, csak ez most olyan udvariatlanság, hogy én itt ülök, ön meg ott áll, hát legyek, akkor nem baj, ha bemegyek? Megyek, akkor én is. Táncolom. Szóval, hogy ez csak a kamera szempontjából nehéz helyzet, hogyha lejöttem, akkor ide halk ön mellé. Tehát, hogy hadd mondjak egy konkrét példát. Mondjuk, és most nem Dunaharasztiról beszélek, hanem mondjuk Budapestről, mert én ott nőttem föl, meg ott az első feleségem sokat ügyelt, a 8. kerületben, a Szigony utcában, bejártam hozzá, ugye szerelmünk hajnalán, az akkoriban szokás volt, hogy legalább ott legyünk együtt, mert ő is ügyelt 20-at egy hónapban, meg én is, hogy legalább valamikor találkozunk, bejártam hozzá. És hát voltak olyan esetek, amikor mondjuk valaki betelefonált egy ügyeletre, hogy rosszul van mondjuk a férje. És akkor aki ott fölvette a telefont, az fölírta a címet, és azt mondta, hogy hát most kim van a doktor úr címeken, ugye ez életszerű volt Pesten volt, amikor 6-8 címmel ment ki az ügyelet. És ha visszajön a rendelőbe, akkor megkapja az ügyeletre, akkor megkapja az önök címét is, várni kell, és letették a telefon. És tényleg így is volt, mondjuk,
visszajött a körből az orvos, gyorsan bekapott egy falatot, hát már órák óta kim volt ugye a területen, megbosakodott, kiment a mosdóba, és utána megkapta a következő címeket, és előbb-utóbb eljutott a beteghez. Kiment a beteghez, és kiderült, hogy szívinfarktusa van a betegnek, és akkor már ugye 3-4 órás késésben voltunk, ugye, mert a szívinfarktusnál vagy egy stroke-nál sem mindegy, hogy mikor kerül be az ellátórendszerbe. Ebben a rendszerben, amit mi szeretnénk önöknek biztosítani, éppen a közös irányítás révén, hogyha egy olyan hívás jut be, ahol a kérdések alapján a szívinfarktus gyanúját lehet felvetni, akkor ahelyett az ügyeletre kellene menni, vagy az ügyeletre kellene várni, akkor azonnal riasztjuk az esetkocsit, amelyik helyszínellátás után a kardiológiai centrumba szállítja a beteget. Tehát az ilyen igazán súlyos eseteknél ez a rendszer, ha jól működik, akkor nagyobb biztonságot nyújt, mint a korábbi, tisztelet a kivételnek, ahol eddig is jól működött. Én abszolút önökkel vagyok. Egy kérdés fél még bele, és akkor jövök is ide, mert egyszerűsít. Egy kérdés, mert akkor végén még mondom. Nyugodtan. Oké. Nekem csak rendszer szempontjából gondoltak-e olyan esetleg, hogy addig, amíg Budapest nem csatlakozik be, hogy én bebütyöm az irányító számomat, és utána esetleg lenne egy olyan opció, hogy ameddig várakozik és azt gondolja, hogy sürgősebb, akkor menjen el a, nem tudom, az irányítószám alapján, ez meg ez most az ügyeletes kórház. Tehát egy ilyen opciót mondjuk nem lehetne betenni, ameddig Budapest ugye nem csatlakozik. Még egyszer keresztül? Réka, önnek bevallom, hogy én azokat mondom föl, amit elém tesznek, tehát igazából az, hogy én picit változtattam rajta, mert nem volt közérthető, mert szakemberek írták, és azt tudják, a szaknyelv az nem mindig közérthető, és akkor igyekeztem lefordítani emberi nyelvre, de ezt is szakemberek tervezték meg, hogy mi a helyes menüje ennek a gépi hangnak, hogy milyen kimenetek vannak, kettes gomb, hármas gomb, hova vigyen. Hát most ugye az ember, foglaljon helyet nyugodtan, tehát az ember ugye, tehát amikor én most itt egészségügyi dolgozóként vagy mentősként állok önök előtt, hát én is civil ember is vagyok, ha innen hazamegyek, nekem is otthon vannak a gyerekek, meg kutyánk van most már, meg mit tudom én. Tehát, hogy én is hívom föl telefonos ügyfélszolgálatot a biztosítótársaságnál, a elektromos műveknél, és tudom, hogy milyen borzasztó idegesítő gépi hanggal beszélni meg, hogy az ember mennyire úgy érzi, hogy itt most nyomogtatnak velem gombokat, meg ugye amikor, főleg az idegesít engem, amikor egy ilyen hosszú szöveget kell meghallgatnom, mire ki tudom választani a gombomat. Tehát ebben a ügyeleti gépi hangban igyekeztek úgy megcsinálni, ahogy én láttam a szövegemből, hogy ugye ez gyakorlatilag arra van, hogy amíg amúgy is várakozni kell, addig legalább valamilyen információt kapjon az illető. Tehát nem ezzel húzzuk az időt, hanem amíg éppen foglaltak a kezelők, addig tud választani opciók közül, ha az egyes gombot nyomja meg, akkor további információt kaphat az egészségvonalon keresztül, ha a kettes gombot nyomja meg, akkor marad tovább a várakozók között, ha a hármast, akkor pedig visszahívjuk bizonyos időn belül. Ugye a visszahívás, most azt mondtam föl éppen mielőtt ideindultam, bocsáss meg, hogy hátat fordítottam, hogy azt még hozzámondtam, hogy visszahívjuk önt, hogyha a számát kijelzi a telefonunk. Mert ugye sokan letintják a számot, és a 112, tehát az életmentésben, ott hiába tiltod le, látják a számodat. De ebben a ügyeletiben ott nincs ilyen nemzetbiztonsági szempont, tehát itt igazából ugye mi akkor tudunk visszaírni, hogyha látjuk a számodat. Tehát ezt még gyorsan most délután hozzámondtam, hogy visszaírjuk önt, hogyha kijelzi a számát a készülő. Gyorsan azért visszatérek arra, amit Eléka kérdezett, tehát hogy van-e arra fejlesztési lehetőség, hogy térségi specifikussá tegye a mentőszolgálat egy picit az irányítószám begépjelésével specifikus gépi segítséget tud-e kapni a beteg? Hány irányítószám van Magyarországon? Nem vagyok postás, hát jó Isten. Én sem. Hát ez eddig igényként így nem merült fel, már szakmai igényként nem merült fel. Meg fogom kérdezni. Beteg igény. A betegigény most első hallásra érthető, de hogyha jobban megnézzük szakmailag, nem biztos, hogy indokolt, ezt meg fogom nézni. Minden esetre ugye az első
legelső mondat azt hiszem az, amit elmondok ebben a menüben, hogy amennyiben sürgős esetről, életveszélyről van szó, akkor hívja a 112-t, tehát akkor ne nyomogasson gombot, meg ne kapcsoltasson meg semmi, hanem hívja a 112-es telefonszámot. Ott nagyon gyors a reakcióidő, tehát 1,7 másodperc volt a legutóbbi statisztika szerint a 112-esnek a telefonfelvételi ideje. A alpolgármesternek az egyik kérdésére nem válaszoltam, mert az már mentőszolgálathoz jut volna el minket, hogy hogy állunk Pest megyében, meg Budapesten mentőautókkal, elég-e a mentőkapacitás. Ez egy hosszabb téma, sokat lehetne róla beszélni, azért, hogy lássák, Budapest és környéke az valami elképesztő hívásszámot vagy esetszámot produkál. Az elmúlt években folyamatosan emelkedik ez a szám, és ez, erről szerintem estéket lehetne végig beszélgetni, főleg szakmailag, hogy vajon miért van az, hogy régen például, hogyha valaki úgy szép lassan lett rosszabbul, akkor volt egy ügymenete ennek a dolognak, hogy kihívták hozzá a házi orvos, ha nem tudott bemenni, a házi orvos megvizsgálta, ha indokoltnak látta a kórházi elhelyezést, akkor megírta a beutalót, a betegszállítási utalványt, és aztán a betegszállító bevitte a kórházba. Most nagyon sok esetben ez nem így megy, hanem azonnal a mentőket hívják. Ami még egyszer mondom, beteg oldalról érthető, hiszen azt mondja a beteg, hogy hát úgyis kórházba kell vinni, akkor én most mit vacakoljak az orvossal, meg mit várjak itt órákat, de a végeredmény az, hogy az esetkocsik, ahelyett, hogy a balesetekhez mennének, meg az utcai rosszulétekhez, meg a valóban életmentő esetekhez, az ilyen krónikus problémákra próbálnak valamilyen megoldást keresni, meg ők helyezgetni el kórházban betegeket, és ez csak egy tényező a sok közül. Szóval a lényeg az, hogy ezen is dolgozunk, de esemek szerintem. Jöhet a következő kérdés. Várjuk. Kerekes Gabriel vagyok, két kérdést látnék fel egyben. Egy a gyerekek, másik pedig az elítős lakos. Egy unaraszti bajkor megadni képviselő vagyok, nagyon sok válasz érkezik az ügyeleti rendszerre hozzám és mind a két korosztályban. A gyerekekkel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy ezek már szinte az idősek és az emberi tényezőkkel számoltak-e. Például egy első diplom a megszületése után van valamilyen probléma, vagy netán még kettő van otthon, és felkérdezik az ügyeleti rendszer. Abban azon mennyire ideges, hogy hova fog tudni menni, és ugyanez a tényezőt gondolom az idősekkel is. Itt nekünk, ami helyben volt orvosi rendelő, és el tudtak sétálni, az, hogyha nagyon kilépett az anyuka, én ligetek vagyok képviselő, az 20 perc volt. Innen, hogyha el kell menni a Sziget-Szent Miklós és nincs autója, minimum 2 óra hosszabb. Az, hogy egy ügyelet el tudjon menni, és ugyanez az idősnél, aki mondjuk nem tehetett róla, ami otthon. Tehát igazából érdekelhetetlen tényezőket, hogy ezt figyelembe vették el. Tehát az agglomerációban való kiköltözése, nálunk a gyerekek létszáma 3-szorosára nő. A felnőttek létszáma szerintem majdnem megduplázódott. Én hallom a hangjában azt, hogy ez több, mint egy gondolat, ebben ott vannak az érzelmek is. Én most már 40 éve dolgozom a mentőszolgálatnál, és nem azért választottam ezt a pályát, hogy meggazdagodjak, vagy hogy tudom, egy úri passziót gyakoroljak, hanem azért, hogy embereken segítsek. És akik ezt az ügyeleti rendszert megtervezték, ők az én kollégáim, személyesen ismerem őket, higgy el, hogy ők nap mint nap emberi sorsokkal, meg emberi igényekkel találkoznak. Tehát én őszintén mondom, hogy pontosan ezért próbáltuk ezt jobbá tenni, ezt a rendszert, még akkor is, hogyha nyilván, mivel rendszerről beszélünk, bizonyos pontokon helyi érdekeket sértve. Tehát az, aki az ügyelet mellett lakott eddig, mert ott volt a szomszédban az ügyelet. Hát annak ilyen jó volt, hogy azt mondta, hogy papus vármegyek bármikor. Na de értik, hogy ez egy ember, vagy néhány ember, vagy embercsoport, vagy egy területnek a szempontja, és nekünk pedig egy rendszert kellünk fölépíteni, hogy az lehetőleg igazságos legyen. A gyerekek szempontjában azért is hagyunk meg azért 3 külön ügyeleti telephelyet, miközben azt mondjuk, és mondtuk, és mondjuk szakadatlanul, bármelyik ügyeleti telephelyre természetesen gyermekkel is be lehet menni, megvizsgálják, ellátják az esetek 99%-ában, úgyhogy nem is kell tovább vinni a gyereket. De azért hagyunk 3 ügyeleti telephelyet, ezek ugye Vácon, Cegléden, illetve Érdem vannak. Hogy örülnek a váciak, a ceglédiek, az érdiek, mennyire bosszankodnak a pomáziak például. Azt mondják a pomáziak, hogy
hát nekem válsza kellene, hogy miért kéne válsza a gyerekkel. Erre mit tudok mondani? Az, hogy eddig sem volt homázom gyerek ügyelet, ez az egyik, amit tudok mondani. A másik az, hogy a gyerek nagyon rosszul van, akkor ne menjen sehova, ki megyünk hozzá, vagy ügyeleti kocsival, vagy akár gyerek van kocsival, hogyha nagy baj van. De arra nem tudok mit mondani, hogyha eddig tényleg 5 perc alatt sétált be az ügyeletre, az egyébként hála Istennek nem életveszélyben levő, de mégis orvosi vizsgálatra szánt gyerekkel. Annyit tudok mondani, hogyha tényleg biztos, hogy benne, hogy ha nem tud bemenni, mert két gyerek van még otthon, meg vannak élethelyzetek, akkor biztos, hogy benne ki fog menni hozzá, és a lakásán megvizsgálja a gyerek. Mi itt 23 ezeren 20 papucsot, vagy 20 papucsot, hogy elmenjük az ügyeletre, és ezért hiányzik az érdét, illetve nekem most a kérdések, az a kérdések, akár eszembe jött az, amit mondtál az előbb, a kényelmi funkció, ami egy rosszul lét esetén kicsit paragoncén hangzik, de még ha ott van az autó is, és értem, hogy arra kérdezett rá, egy üvöltő gyerekkel sokkal egyszerűbb itt elmenni helyben, akár papucsban, mint még autóval át kell. Persze! Hát teljesen értem, nem, ezek szerint nem tudtam világosan elmondani. Tehát egy pillanatig nincs kétségem, hogyha eddig 55 telephelyen működött az ügyelet, most 18 telephelyen működik, akkor lesz 37 olyan körzet, ahol az ott élők azt mondják, hogy hát eddig csak idáig kellett elmennem. Ez így van, ez így van. De 55 telephelyen indokolatlan és fenntarthatatlan az ügyelet működtetése, azok szerint, a szakemberek szerint, akik még egyszer hangsúlyozom, nem hasraütve, és nem gonoszságból alakították át ezt a rendszert, hanem a tapasztalatok alapján és javító szándékkal. Tehát őket én nem fogom meghazudtolni, meg felülbírálni, és azt mondani, hogy jaj, hát minden úgy volt jó, ahogy jó volt, és miért nem hagytunk mindent jó. De én biztos vagyok benne, hogy ha elhívnak mondjuk 2 hónap múlva ide, az szerintem már egy tisztességes időszak, akkor önök is azt fogják mondani, hogy hát hála Istennek mégsem ették olyan forró lakását. Hát még akkor, hogyha a rendszert is, mondjuk ha megalapozott, akkor tudjuk finomítani, ahogy polgármester úr is megfogalmazta, hogy vagy úgy, hogy esetleg mégiscsak kiderül, hogy bizonyos időszakokban indokolt egy unarasztiban ügyeletet fenntartani, hogyha ezt az adatok ezt mutatják, vagy pedig úgy, hogy az életmentést erősítjük azzal, hogy a mentési pont akkor 24-es legyen, és akkor az életbiztonság az magasabb színvonalon valósul. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Györfi Pálnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fejbe tartjuk azt az ígéretét, hogyha kell, akkor 2 hónap múlva visszahívjuk. És jó egészséget, mert a legjobb mégis megőrizni az egészséget, nem jó. Köszönjük, viszontlátásra.